Sziasztok, kalandorok! Hát elérkeztünk ide is, már nagyon sokszor megígértük, és nagyon sokan kértétek, úgyhogy most mesélői... Nem ígértük meg. Kérték, és nagyon mi meg sokat... jó fejek vagyunk. Igen, de már többször mondtuk, hogy majd lesz. És most van. És most végre van, úgyhogy boldog születésnapot! Szóval eljutottunk ide, hogy a mesélői feladatok, mesélői tippek, dolgok, segédeszközök lesz most a téma. Először is már említettük a héten, de itt mindenképpen megemlíteném most Kildár csatornáját, ami pont erről szól, a mesélői tippek, ötletek, megoldások, különböző szituációkban, úgy mint a nulladik alkalom, és igen, ott fönt, úgy mint a nulladik alkalom, és a nyomozati kalandok, és egyebek. Viszont mielőtt rátérünk arra, hogy milyen eszközei vannak egy mesélőnek, illetve milyen mikre kell odafigyelni, a legfontosabb leszögezni, hogy mi a mesélő dolga, mert a mesélőnek dolga van is szerepe. Kicsoda ő pontosan? Pontosan igen, a mesélő ugye az, aki alkotja a világot, aki írja a sztorit, és itt van a fontos, a lényeg, a mesélő a történetért van. Ő neki az a dolga, hogy mindenki jól szórakozzon egy élvezhető kaland során. Nem a játékosok ellen van. Nem az a cél, hogy megöljön mindenkit, hogy megnehezítse az életüket. Nem az a célja, hogy az a játékosok oldalán legyen, és mindent elérhetővé tegyen nekik. Az a dolga, hogy egy hosszú távon is élvezhető, jól felépített szórakozást tudjon biztosítani. És ide fontos nekem megjegyezni és kiemelni a City of Mist nevezetű szerepjátékot. Ugyanis rengeteg fajta képpen hívjuk a mesélőt. Dungeon Masternek, ugye általában a D&D-ben ugye úgy szólítják, kalandmester ugye a mágusból például. A Tinkernusban csak narrátor. Csak narrátornak hívják, így van. És szerintem a legjobban, ami enkorporálja ezt, hogy mi is kellene, hogy legyen a mesélő, az a Mistben van. Ott Master of Ceremonies a neve, alias ő a vőfély, úgymond. A Master of Ceremonies a vőfély az angoloknál. És hát borzasztó egyszerűen, igen, tényleg, te neked az a dolgod, hogy szórakoztass másokat. Te vagy az a stand-up kameris, akinek nem fizetnek, pedig k***ra megérdemelném, mert még vicces is általában. Bár a fene se tudja. Viszont mi most arról fogunk beszélni, Merlivel kezdve, hogy mi is ez, hogy is van, ki is ő, az a kik is vagyunk, mi úgymond általában. Hát igen, mivel ugye itt nekünk tényleg az a dolgunk, hogy egy jó történetet meséljünk el, ezért nagyon fontos megbeszélni az aranyszabályt és a morális szabályt. Ez két olyan dolog, amire a legtöbb szerepjátékos könyv kitér, vagy megemlíti az elején, de nagyon sok úgy foglalkozik vele, hogy ne felejtsétek el az aranyszabályt és a morális szabályt, érdemes le figyelni. Az aranyszabály az azt jelenti, hogy te vagy a mesélő, te felülírhatod a szabályokat, felülírhatod a rendszert, felülírhatod a világot, hogyha a történetet az szolgálja. A morális szabály pedig, hogy együttésből nem ölünk játékos karaktert. Ez csak is kizárólag azért van, hogy senki ne érezze azt, hogy egy rossz dobás miatt buktam az egészet. Igen. Nem, a karakter halál akkor jó, hogyha az folyamatos kudarcok és folyamatos rossz döntések eredménye. Egyetlen kocka az jelenben nem szabadna, hogy döntsön. És ez a két szabály van, amit mesélőként érdemes mindig betartani. És mivel a szabályokat sokszor a saját magad által formálod, néha felülírod, van olyan, hogy utólag módosítasz az NPC-k HP-ján, ha túl erős lett, vagy ha túl gyenge, azért, hogy élvezetes legyen. Nem akkor jó a kaland, hogyha a játékosok így végig szántanak rajta, mert akkor túl könnyű lesz, és nem érzik benne soha a kihívást, az izgalmat. Nem akkor jó egy kaland, hogyha belehalnak a játékosok, mert akkor sikerélmény nélkül távoznak, akkor jó egy kaland, illetve egy kampány, hogyha felváltva vannak a nehéz és könnyű részek, hogyha a játékosok és a karakterek érzik azt, hogy ők erősek és sok mindent megtehetnek, ugyanakkor bennük van a fails faktor, amikor benne van az izgalom, a halál melletti éppen hogy az egyensúlyozni a vonalon, és ez az, ami miatt nehéz dolga van a mesélőnek. Viszont tök jó dolog az, hogy sok mindenről nem tudnak a játékosok, amit te kitaláltál. Nem tudják azt, hogy az NPC-nek mekkora a védőértéke, nem tudják, hogy milyen varázslatokat tud, hány manája van, hány élete van. Ezeket a játék közben is folyamatosan tudod variálni, módosítani, azért, hogy a szükséges, illetve az adott a történetben az adott időponthoz megfelelő nehézséget vagy szituációt be tud lőni.
És itt a másik nagy segítséget, az úgynevezett kockacsalás. A Káosznál például láttatok egy kamerán keresztül be a paraván mögé, igenis előfordul az, hogy dob a mesélő a kockával, és ha ez a dobás ez kiheréli a szituációt meg a sztorit, akkor azt fogja mondani, hogy ő egy másik számot mondott. Ezt megteheti a mesélő, abszolút, mert a sztori a lényeg, viszont itt figyelni kell arra, hogy minél kevesebb szer csalj a számokkal, csak akkor csalj vele, hogyha az tényleg a sztorinak a nagyon fontos az, hogy úgy legyen, ahogy kidobtad, mert különben elveszítheted a játékosok bizalmát még akkor is, hogyha a történet miatt csinálod, játék közben nagyon frusztráló tud lenni, hogy a mesélő átírta, úgyhogy óvatosan kell vele bánni, és nem szabad, hogy a játékosok rájöjjenek. Mindenki tudja, hogy csinálja a mesélő, de ne tudja a játék közben, hogy te most csinálod. Abszolút, abszolút. Vagy másik nagyon jó trükk, amit én szoktam, én vannak olyan játékok, amiknél szándékosan nem használok paravánt. Majd beszélünk a paravánról, de annál például az Aliennél nem használok paravánt. És ez azért van, mert szeretem, amikor látják, hogy dobok, de nem tudják, hogy mire. És nem tudják, hogy ez most a szövetséges NPC-nek volt, vagy az ellenfélnek. Igen. És olyankor, fú, hát olyankor nagyon-nagyon mennek a dolgok. De ne siessünk előre! Ebben a videóban legfőképpen arra fogunk fókuszálni, hogy mik azok az eszenciális kellékek, amiket te mesélőként tudsz használni. Ezek általánosan fizikális kellékekről fogunk beszélni, amelyek egy mesélőnek az eszköztárát alapvetően bővítik. Az első ilyen dolgunk pedig a szabálykönyv. Van belőle pár. Van. Minden játéknak van egy saját szabálykönyve. Na most persze játszani általában szükséges, hogy elolvasd a szabálykönyvet. De vannak olyanok, hogy nem olvastad a szabálykönyvet, csak rengeteget játszottál vele, és mesélsz is ez alapján. Vagy olyat mesélsz, aminek mondjuk egy, fogsz egy rendszert, ami tetszik, ismered, benne vagy abszolút-e, és köszönöm szépen. Nem, és különösen. Hát teljesen egyszerűen ráhúzol egy történetet, ami neked odaillik. Amit viszont fontos kiemelnem, hogy vannak olyan helyzetek, hogy megvan a PDF mondjuk belőle, akár legális, akár illegális úton. Megtanulásra elég. Abszolút-e. Azonban amikor jönnek az olyan dolgok, hogy most akkor az lenne a kérdésem, Gábor, hogy ha ellövöm ezt a spellt, akkor én közben át tudok-e ugrani balra, hogy akkor asszisztoljam a barbárt, és akkor utána tudnék-e még teleportálni is a kis jobb hüvelykujjamról egy gyűrűt át a másik szobában fingorászó törpének, aki éppen azt próbálja begyújtani, hogy berobbantsuk a vaultot, hogy aztán ott a sárkányra megkezdjük, és társai, és ehhez általában kettő dolog van. Az egyik opció az az, hogy azt mondod, hogy lesöpröd az egészet az asztalról a francba, és mindenki menjen a jó édes anyjába, és azt mondod, hogy na, az akkor ez most így lesz, hogy? Vagy az alternatíva, hogy kinyitod a könyvet, és azt mondod, hogy ja, jó, hát erre pont van egy szabály, amit olvastál tegnap este 11-kor, amikor a modult készítetted elő, de nem tudod, hogy hol van. Na most a PDF-eknek a javára szóljon az, hogy vannak olyanok, az újabbakban már, hogyha megnyitod őket a elején vagy a végén levő névjegyzéknél, tehát ahol ott vannak oldalszámra, tartalomjegyzéknél, igen, köszönöm, akkor oda tudsz ugrani rögtön, és igen, akkor ott vannak a dolgok. De amikor pont ez a szabály kell, hogy tud-e a varázsló egyszerre balra teleportálni, és aztán az ujjáról át varázsolni a gyűrűt a fingó törpének a segjukába, hagyjam már békén, ez egy megtörtént eset. Jó, igen. Akkor borzasztó egyszerűen jön a kérdés, hogy na jó, de hol van? Egy könyvet könnyedében tudsz lapozni, illetve ezeket előre is be tudod jelölni magadnak. Persze vannak könyvjelzők is, és tudom, hogy van, aki egy PDF-et jobban tud kezelni ilyen szempontból, ám egy könyv azért mégiscsak autentikusabb tud lenni ilyen helyzetekben, illetőleg általában több mindent tudsz jelölni egy könyvön, és gyorsabban lapozni, mint egy PDF-ben oda-vissza. Főleg akkor, hogyha olyan vagy, mint én, hogy több mindent használsz tabletről, igen, és több mindent irányítasz játék közben a tabletenen keresztül. Igen is. Vagy igen, mobilon, vagy bármin. És itt a szabálykönyv egyébként nem csak az ilyen nagyon pozitív példa, amikor egy szabályt ki kell keresni, hanem egyszerűen, amikor használod játék közben. Én most legutóbb a Dragon Age-nél voltam így, hogy megvan nyitva nekem a könyv, ott, ahol ott van az NPC, a kidolgozott a könyvben is benne lévő ellenfél, hogy lássam az értékeit. Közben a játékos gondolja, hogy mire tudja használni a stuntokat. Akkor oda kell tekerni a PDF-ben megnézni, hogy a stuntpontok mire elkölthetők. Utána közben a másik mondja, hogy ő varázsolni szeretne, azt megint meg kell keresni 100 oldalra arrébb, és a varázslatokat nagyon nehéz megjegyezni fejből, ahhoz rengeteget kell játszani, hogy ismerd a varázslatokat bárhol, és ezért ilyenkor, főleg a varázslatoknál nagyon fontos tud lenni az, hogy legyen egy könyvetek, vagy legalább legyenek kinyomtatva a varázslatok, illetve a szabálykönyveknek egy része
ha van benne egy glossary, egy összeszedett szójegyzék, egy összeszedett akciójegyzék, a Dragon Age-nek a végén van 6 oldal, ami összeszedi mindent, ami játék közben rendszeresen előkerül. Ha az ki van nyomtatva, 2-3 példányban is bent van, nagyon meg tudja gyorsítani a játékot. Abszolút mindenkinek. De. Vagy az olyan játékok, ahol pedig összetett harcrendszer van, mondjuk Warhammer 40K, annak a végén a harci akciók vannak felsorolva, és azokat is, hogyha oda tudjátok adni, vagy csak külön kiírjátok cetlikre, kártyákra, és berakjátok középre, hogy na ezek közül az akciók közül választhatok, rengeteget tud segíteni és gyorsítani a játékon. De nézzük tovább, mi az, amire még azt tudjuk mondani, hogy eszenciális tud lenni egy ilyen helyzetben. Karakterlapok, a ceruza és a radír. Igen, alapvetően egy szerepjátéknál nem csak a mesélőnek, hanem mindenkinek vannak ilyen karakterlapjai, amik ki vannak nyomtatva, leírja az értékeket, egy mesélő gyakran még az NPC-knek is csinál ilyeneket, mert a jól kidolgozott NPC-knek ugye kellenek értékek, ugye ismerjük a sztorit, hogy Bruno-nak hívták, úgyhogy ilyenek mindig vannak, és ezek bizony kellenek, ráadásul ezek a karakterlapok arra is szolgálni tudnak, hogy rögzít sajtok bizonyos eseményeket, bizonyos szituációkat, amikor egyszerre 6 NPC ellen küzdenek, akkor én például egy kezemben lévő NPC-nek a lapjára a skillekhez szoktam írogatni azt, hogy kinek hány HP-ja van például, vagy milyen kezdeményezése, és ezek itt tök jól tudnak működni. Abszolút, mert fontos kiemelni, hogy tollal lehet írni abszolút ezekre a lapokra, de általánosságban vannak olyan permanens változások, amik előjöhetnek, egy súlyos sérülés, egy kritikus valami, amik abszolút meg tudják változtatni a játék kimenetelét, ezért fontos szerintem, hogyha lehet, akkor mindig grafit, ceruzát használjunk. Fun fact, van egy játékosom, Kami az egyik kampányban, csak tollal ír a karakterlapra, de az egy olyan toll, hogy a kupakjával radírozható. Lehet úgy is, persze vannak mindig kivételek. A lényeg az az, hogy ha lehet, akkor módosíthatóak legyenek ezek a feljegyzések, és fontos megjegyezni azt is borzasztó egyszerűen, hogy mesélőként, hogyha te úgy érzed, hogy felkészült akarsz lenni, előkészült akarsz lenni, akkor te legyél az, akinél mindig van tartalék nyomtatott karakterlap, és mindig van legalább egy tolltartó benne ceruzákkal, radírral, ha lehet, akkor több mindenből, igen, hogy bőven tudják használni a játékosok. Nálam általában teljesen jegyzetelő partik szoktak kialakulni, amikor is hosszabb információ sorozat van, avagy kutatnak a játékosaim. Éppen ezért fontos, hogy legyen valami írőeszköz is hozzá, mint olyan. És az üres karakterlap az meglepően nagyon fontos, nagyon, igen, könnyen elfeledkezünk róla, nálam is jellemzően van. Meglepően gyakran szükség van rá, hogy egyszer csak előkapni és csinálni egy új karakterlapot, valaki otthon hagyta a karakterét, valakinek meghal akart, meglepően gyakran. És itt hoznám szóba azt, a játékosoknak elsősorban nagyon fontos, hogy ne a karakterlapjon firkáljátok a manát és a HP-t, mert a karakterlap nagyon el tud használódni. Legyen nálatok egy firkapapír, amire lehet a megjegyzéseket, jegyzeteket írogatni, illetve fölírod a papírra szépen a HP-dat, és a firkapapíron tudod firkálni, radírozni, áthúzgálni a HP-kat, és játék session után csak az aktuális HP-t beírnek karakterlapra, ami ugye átmentődik a következő játékra, ezáltal nagyon sok elhasználódástól meg tudjátok kimenni a karakterlapot. Avagy, hogyha vesztek mondjuk egy ilyen nagyobb kockát, azzal például én ezzel szoktam jelölni a spell slotjaimat, a D&D-n belül. Ebből van nekem 2, általában ugye 1-es, 2-es szintű spelleket használunk, ritka eset az, hogy olyan magas szintű karaktereket játszunk, ebből kifolyólag csak forgatni szoktam a kockát, nálam a piros az a 2-es, ugye vörös, mint erősebb, és a fehér az 1-es szintű spell slotjaimnak a jele, ezeket ki szoktam rakni magam mellé, és borzasztó egyszerűen, amikor varázsok, akkor leforgatom ezzel, és akkor nem sérül ettől sem a lap, tehát hogy borzasztó sokfajta dolog van. Ami extra tud még lenni az az, hogy a kreatív vagy ügyes és művészeti tehetség van benned, akkor megrajzoltad akár a saját karakterlapodat is, ez Dorinak a remek műve, amit Golden Skyhoz alkotott, itt van rajta, ő akár még a karakterét meg is rajzolta, a Nyuszit, akit ez melyik Nyuszi volt itt, ez Lili volt Nyuszi, aki nagyon cuki és aranyos, és mindenki szereti, de itt van a másik Nyuszi, az például Vata volt az első nyúl, aki azért sírt, mert nem tud a Holdon élő nagynyuszinak mocsit csinálni, mert hogy ő neki nincsen rizslisztje, és ez egy hatalmas nagy dráma volt a játékban. Menjünk tovább! Igen. Szóval, hát jöjjön a legfontosabb kellék minden egyes játékos, amely szerintem mind játékosoknak, mind mesélőknek elengedhetetlen, főleg a mesélőnek, és ez nem más lesz. A nasi.
A nasi egy olyan dolog, amit borzasztó egyszerűen nem tudsz nélkülözni. Ez azért van, mert mesélőként, ha enni akarsz valami egy tál ételt, hamburgert, bármit közben, nem tudsz, mert mindig pofáznod kell. És teljesen egyszerűen, hogyha azt gondolod, hogy valamit akarsz enni, akkor valamit csak csipegetni fogsz. Igen. Mert közben jön a kérdés, akkor elmennénk ez az NPC-re, jó, várjam, majd még amikor másik sörtburger felett is megettem, akkor majd beszélünk. Ez általában nem fér bele. Vannak olyan helyzetek persze, hogy akkor tartsunk kajaszünetet, mindenki egyszerre megkajál. Na de hát az milyen ritkán van, mabasztus. Jellemzően nem így szokott történni. Nem. Igen, ráadásul egy játék session, ugye nálunk a csatornán 3 óra egy játék, és ti is látjátok, hogy folyamatosan jön a ropi, jön a kis chips, akármi. Az biztos. De én nálam nem ritka az, hogy 6-8 órás sessionök vannak, és effektíven... 10-12. Jó, igen, olyanok is előfordultak már, de hogy ott folyamatosan fogy minden, és folyamatosan fogy az üdítő és az ital, mert mégiscsak beszélsz folyamatosan, főleg a mesélő. Az a társaság, ahol én elkezdtem szerepjátékozni, ott volt egy olyan szokás, hogy a mesélőnek mindig hozott a csapat egy-két üveg üdítőt, ami csak az övé. Mert hogy köszönjük, hogy mesélsz, legalább ne szárad ki közbe. És ez egy tök jó szokás volt, én ezt a mai napig egyébként tartom, hogy ha olyan helyre megyek mesélni, vagy ha olyan helyre megyek játszani, akinek a mesélőnek nem mesélek rendszeresen, mert ahol meg én mesélek rendszeresen, ott meg így... Jó, azzal, hogy mesél nekem, egy kicsit visszafizet belőle. Mondjuk így. Hagyom, szóval... hogy meghívj. Alázatos. Milyen jó fejve, hagyom, hogy meghívjál. Hát úgy nagyjából. Ide fontos megjegyezni, hogy akkor ezzel a lendülettel le is indíthatjuk a 2020-as challenge-ünket, mert ez most nagyon népszerű, hogy akkor ilyen challenge-eket indítsanak az emberek. Hashtag hívd meg a mesélőt. Ez azt jelenti, hogy sokan vitatkoztak erről, hogy pénzt kérni mesélésért, és mit is jelent ez pontosan? Ha belegondoltok abban, hogy egy mesélő hány órán keresztül készül adott helyzetbe egy játékra, utána 8, 10, 12, 14 órán keresztül csak veletek foglalkozik, benneteket szórakoztat, és nektek biztosít élményekkel teli kikapcsolódást. Az egy dolog, hogy ő is teljesen jól szórakozik közben. Nyilván. És baráti társaságokban ez azért csinálod, mert jól szórakozol, meg a barátodnak is tök jó érzés lesz, és majd visszamesélnek. Azért azt hozzá kell tenni, hogy én nagyon szeretek játszani, többet mesélek, mint játszok, de nagyon szeretek játszani is, és nekem tök jó érzés, amikor visszamesélnek nekem. Mm. És ez barátok között így működik, de bizony, hogyha egy tök random, tök idegen csapat fölkérne, hogy menjek mesélni nekik, valószínűleg nemet mondanék, mert nem feltétlenül fér bele az időmbe az a mennyiségű idő, amit rá kell szánni. Viszont, hogyha ezt az ember tudná megélhetés szinten csinálni, hogy csak ezzel foglalkozzon, akkor viszont meg tudna élni belőle, hogyha ez ugye nálunk is egy olyan elfogadott dolog lenne, mint Amerikában. Amerikában vannak, akik ebből megélnek, nálunk ugye még hogy, nincs piaca. De még hogy élnek meg? Tehát nem is az, hogy ilyen túlélés szintjén, hanem nagyon jól élnek meg. Éppen ezért kezdjük el, hölgyeim és uraim. Tehát, hogy értem én, hogy Magyarország csóróország, vagy hívod a gyanakarod, de lehet, hogy nem. Lehetséges, hogy te pont abba az embercsoportba tartozol, akinek simán van annyi zseppénze, pénze, keresete, mit tudom én milyen. Hogyha úgy érzed, hogy szereted a mesélődet, és szereted a mesélődet, volt be nekem csak most is, csak itt, jó? Akkor hívd meg ebédre. Nem kell más tenned. Legyen ez egy tál bolonyai, 2 szelet rántott hús, rendelj neki egy pizzát. Rendelj neki egy pizzát, vagy bármi más egyéb, az a minimális, és ugye fontos, nem vagy egyedül. Tehát nem csak te fizetsz bele, ültök általában 3-an, 4-en, 5-en az asztalnál, most egy embernek kifizetni a kajáját, mit tudom, fejenként 400-500 forint lehet maximum. Annyi. Üdítővel együtt fejenként, mit tudom, maximum 600 forint, hogyha nagyon hosszú, tartalmas az egész, plusz ugye attól is függ, hogy mennyit fogyaszt a mesélő, mert ugye valakinek nagy fogyasztása van, van akinek kicsi. Na de mindegy, ez volt a kaja része a dolgoknak, meg volt az IKEA-s promónk, nézzük tovább, következő esemény, pontunk! A paravánok! A paravánok azok a dolgok, amiket szerintem el lehet engedni, de baromi hasznos és hangulatos tud lenni, 2 oknál fogva. Az egyik az, hogy nálunk általában a rendezvényen több fajta játék megy. Nos, abban a helyzetben, hogyha mindenki mást mesél, akkor nagyon vagány tud az lenni, hogyha előtted kint van az adott játék paraványa, és most ezt vágod, hogy úgy néztél ki egy pillanatra, mint a boxmeccseken a lányok, akik mennek, hogy round 2! Igen, közben realizáltam egyébként, de nem baj. Semmi gond. Tehát, hogy egyrészt könnyedén identifikálhatóvá teszi a játékot, hangulatossá teszi a játékot, plusz egy csomó mindent el tudsz rejteni mögötte. Nem csak a nasit, hanem el tudsz rejteni kockát, karakterlapot, más egyéb jegyzeteket, avagy
Hát konkrét dobásokat is, hogyha úgy van, és a csalásaidat is meg tudod így oldani. Sokat tud segíteni, igen. Ráadásul az igazán profi paravánoknak megvan az az előnye is, hogy a belső oldalán ki vannak részletezve olyan hasznos dolgok, ami ez mondjuk pont egy konkrétan egy modulhoz lett csinálva a D&D-hez, de hogy hasznos információk vannak benne, akár a térkép, akár a bossról, az én paravánomban például benne vannak a különböző állapotok, hogy mit jelent az, hogy valaki unconscious, valaki grappled, valaki ez, az, amaz. Úgyhogy nagyon sok segítséget is nyújt a mesélőnek, ráadásul hát ezt így is takarom a mikrofon, mert ez itt tök jó mutat. Nem? Nem látszik? Hát, egy picit, egy magasabb kéne. Jó, jó, nem baj. Vagy, figyelj, használom a Jedi erőmet, jó? Használom a Jedi erőmet, és megfogjuk a kamerát szépen, és egy kicsit így lejjebb fordítjuk, döntjük az egészet. Na figyelj, tudok én ilyet csinálni? Nézzük, igen, ó, nagyon jó, és egy kicsit így behajolunk ide, és akkor még látszódni is fognak a dolgok, baromi király. Jó, királyságos. Na, csak húzd le a fejedet, mert különben olyan leszel, mint az E.T., akit megskapoltak. Az indiánok támadnak az ilyen helyzetekben. Na, semmi gond. No, nézzük akkor tovább. A következő, amiről beszélnünk kellene, azok... Hova a francba lett? Itt van. Gyertek, drágáim. Gyöngyök és a különböző jelölők. Szóval, meséltél már? Igen. Igen. Ezt a kopogó szellemet most már ki kéne írtanom itthonról. Szóval, hogy az a nagy büdös helyzet van, gyerekek, hogy én ezekből egyszer bevásároltam, és úgy érzem, hogy az egyik legjobb bevásárlásom volt játékokhoz. Egy az, hogy rengeteg olyan játékrendszer van, amely használ különböző fajta dolgokat, amik erőforrásként funkcionálnak. Legyen ezek mondjuk a cool pontok az Alienben, vagy mondjuk a Golden Sky Stories-ban rengeteg fajta ilyen erőforrást költögettek, ami olyan. És ezeket ugye lehet a karakterlapon is jelölni, hogyha úgy van, de ugye beszélünk erről, hogy tönkre megy a papír gyorsan, illetve a játékosok hajlamosak ezeket elfelejteni, ahogy a kezdők a rendszerben, vagy unblock a szerepjátékoknál. És ezért az, hogy ő a kezében tudja ezt fogni, látja meg előtt, hogy ja várjál, van ez a cucc is, és akkor hozzányúlok. Ha emlékszel arra, hogy például a Dr. Who-nál a story pontokat mennyit tud segíteni az, hogy hozzá tudsz nyúlni, meg tudod fogni, és akkor el tudod költeni, más az érzése. A Seven Seas-ben az, hogy van hero pontod, és a mesélő így oda nyújtja neked, hogy tessék, ott egy hero pont. Egyáltalán nem szükséges a játékhoz. Nem. De nagyon-nagyon sokat tud dobni a feelingen, mind játékosként, mind mesélőként. Vagy ahogy a Dragon Age-nél, ugye Dave a kezünkbe nyomta a... Dragon Age-es pénzszettet, igen. A pénzszettet, igen. És azokat is lehetett használni. Tehát, ez mind olyan dolog, ami effektíve növeli a játékélményt és a faktort. Ez most nem tudom, hogy amit most ide kitettem pénzért, mert ez most éppen látszik-e, mert nem látom a kamerát. Kicsit, szerintem, kicsit közelebb toljuk. Mit szólsz akkor az van? Itt közben a kopogó szellem utasításait követve, itt ez így látszódik. Ezek az érmék amúgy általánosságban megvásárolhatok társasjátékboltokban, avagy bármilyen fajta társasjátékból, hogyha van, akkor onnan lehet szerezni, vagy online is tudtok rendelni ilyeneket. Rengeteg fajta dizájnok vannak. Ez például, ami nálam van, megpróbálom megmutatni, bár nem tudom, hogy mennyire fog látszódni. Ez az érme, ez egy elf setből van, az ezüst érme, és ezt én például még mindig nem fizetett promóció, de Szellemlovas társasjátékboltból szereztem. Ha valaki a Szellemlovastól néz minket, meg lehet minket ám keresni, nagyon nyitottak vagyunk mindenre is, hogyha adtok ilyen dolgokat, vagy szeretetet, mert az mindig jól jön. Szóval nézzük is Jó. Helyes. Szóval nézzük is tovább, hogy hogy és mint tartunk itt a dolgokkal. A következő a számolás és homokóra. Nagyon sok szituációban a játékosokat meg lehet sürgetni azzal, hogy jó, ennyi időtök van. Én használtam már olyat, hogy egy csapdába kerültek, ahol folyamatosan telt meg vízzel az egész, és mondtam, hogy van 10 percetek, és így látványosan a parván mögé benyomtam a telefonomra egy gombot, ami még csippant is egyet. Úristen, elmúlt az idő! Nem indítottam el egyébként az időt, hanem csak így ahhoz igazítottam az időtelését, ahogy ők haladnak, de azonnal mindenki bepánikolt, és elképesztően stresszes, izgalmas és pörgős 10 percet eredményezett a játékban, igazából csak 8 percet meg kijutottak hamar, de hogy mondták, hogy az egy nagyon jó pillanat volt, nagyon meglepő, és nagyon fel tudja dobni a dolgot. Ugyanígy Gábor szokta alkalmazni ugye a 5-4-3, hirtelen beindul a stressz, az ember elkezd pánikolni, beindul az adrenalin termelődés, és még hogyha nem is sikerül, tök jó érzésed van utána, mert adrenalin! Abszolút, és pont legutóbb volt az játékosoktól,
hogy azt jelezték vissza, hogy mennyire utálnak és imádnak ezért engem. Ugyanis azt kell mondanom, hogy olyan helyzetekben, ahol is hirtelen történik sok minden dolog, ahol stresszt kell szimulálni, hogyha az időfaktort nem hozott bele, akkor borzasztó egyszerűen ez nagyon meg tudja ölni, úgymond ezt az egészet. Több olyan történet volt, meg sztori volt, ahol azt jelezték nekem vissza, hogy igen, ez jó volt, meg király volt, ahogyan én lemeséltem, ami nem én, hanem az aktuális mesélőről beszéltek. Csak így mondták, hogy csak olyan súlytalan volt, mert aztán a harc kellős közepén egy 15 perces ilyen beszélgető session indult arra, hogy akkor ki mit varázsoljon és társai. Persze ez offolás, meg metázás, csak ezt mesélőként mindig úgy megtanulni, hogy na jó, most már fogd be a pofádat, aztán akkor csinálj van. Azért az vagyok ott, hogy jól érezzétek magatokat. Így van, tehát... viszont úgy meg tudod tartani a dolgot, hogy, hogy látod, hogy az egyik, én például azt szoktam, ha valaki megszólal, offolva, vagy metázva, és azt mondja, hogy figyelj, én azt csinálom, hogy jó, 5, 4, 3, 2, és akkor jó, fordulok, balra és lövök. És ha nem mondja ki, a karakter lefagyott, döntésképtelen, cselekvésképtelen, és megyünk tovább. Vagy az alternatíva, az pedig az, hogy én kényszerítem rá azt, hogy hogy a karakter mit cselekszik, és akkor na az lehet jó. Lehet rossz. A fene se tudja. Avagy kopogó szellem. Az egy új kaszt lesz innentől kezdve nálunk. Poltergeist! Poltergeist, így van. Na de menjünk tovább, nézzük mi van még. Kockák és tárolás. No, hát például a kokáért ez a drágaság, ez nagyon-nagyon jól tud működni, de igazándiból egy teljesen egyszerű kockazsák is megteheti. Ezek a kockazsákok ugyanígy szellemlovas, vagy bármilyen fajta társasjátékboltban megvásárolhatóak, avagy, hogyha szeretek kézműveskedni, egy ilyen szütyőt meglehetősen könnyű csinálni szövetből. Vagy bármi más anyagból, amire úgy érzitek, hogy jó lehet. Kockákat, érméket, bármit tudtok benne tárolni, avagy általánosságban kozmetikai boltokban, avagy ilyen kreatív hobbi boltokban is könnyedén tudtok ilyesmiket szerezni. Mondd. De mennyi homok van Jézusom? Ez 5 percet számol. Ah. Berosáz. A nagyobbik, ez másfeles, az meg 5 perces. Ja igen, homokórák még mielőtt valaki megkérdezné. Ő az IKEA-ból van, az pedig... Tiger Shop? Tiger Shop-ból van, igen, pontosan. Szóval tárolás. Egy nagyon-nagyon kedves diákom, aki engem húzott karácsonykor, Nelly-től kaptam ezt a dobozt, ami, hát ez egy kockatároló doboz. Ilyen és ehhez hasonló dobozokat tudtok amúgy ti is akár készíteni kézzel. Úgy szint kreatív hobbiboltba tudtok ilyet venni, vagy más egyéb ilyen kézműves shopokba. Kobura is csinált most egyet magának. Igen, Kobura is csinált magának. És ezekben is nagyon jól lehet tárolni különféle eszközöket, avagy fel tudjátok használni ezeket különböző plot momentekhez is, hogyha úgy van. Nagyon jó tud tenni egy-egy játéknak, hogyha egy-egy tárgy, mondjuk egy üzenet, vagy valami közvetlen artifakt mondjuk megjelenik szó szerint fizikálisan is a játékosoknál. Amikor egyszer csak így eléjük tolsz egy ilyen kis látikót, amiben van egy üzenet, amit csak ő néz meg, és eldönti róla, hogy megmondja a többieknek, vagy amikor oda tolsz nekik valamit, tehát te is volt már olyan, azt hiszem a... Hú, már nem is tudom hol, de hogy konkrétan csak így oda csúsztattál valamit, és a játékos csak nem is feltétlenül tűnik föl, vagy csak így megnézi, gondolkodik rajta, oké, rendben, de nem gondolja, hogy ez a játék része. És amikor egyszer csak így realizálja, hogy opa, hát a karakter ezt így megtalálta, igen. Azért mindig vicces tud lenni. Az jó tud lenni, abszolút. Belelók az arcodba, úgyhogy ezt ide leveszem, ide kéz közelbe. Tudtam, hogy nem bírja ki. Na mindegy, szóval, hogy tárolni ilyeneket tudtok, amit fontos kiemelnünk az az, hogy a szerepjátékosokon belül az Árnyékszféra e-szerepjátékos kávézó, sokat emlegetjük őket, okkal, őnekik szokott lenni olykor-olykor olyan workshopja, amin ilyen dobozokat vagy erszényeket tudtok közösen készíteni, és az árnyékszférások vezetőségi tagjai segítenek abban, hogy ezeket hogy is tudjátok pontosan megcsinálni, adnak hozzá szem anyagot is, meg eszközöket is, úgyhogy baromi jó tud lenni. Nagyon hasznos, csekkoljatok oda, ha eddig még nem tettétek meg. Link hozzájuk a csoportjukhoz a leírásban. Nagyon kedves srácok, csekkoljatok oda. A következő eszköz pedig a zene és a zajok. Én konkrétan egy horror játéknál alkalmaztam azt, hogy amíg a karakterek beszélgettek, elkezdtem karmolni az asztalt. És lehetett, ezt most nem tudom, hogy mennyire hallatszik, de lehetett hallani a háttérben egy ilyen zajt. És a játékosok így egyből elkezdtek fülelni, és amikor rájöttek, hogy én vigyorgok, akkor úristen, ezt a karakterek hallják. Ó, éjjel szemár!
Tehát, hogy ezeket tök jól lehet játszadozni, a zene az nagyon sokat tud beleadni a feelingbe, a hangulatba, a csatornán csak azért nem használjuk, mert jogvédelem, meg visszhangzik a terem, meg sok probléma van vele jelenleg, úgyhogy azért nem használjuk. De egy ilyen kis cuki hangfallal tök jól be lehet nyomatni nekik a zenéket. Erre nagyon jó honlapok vannak, ahonnan lehet gyűjtögetni, YouTube-ról is lehet bejátszani. Abszolút. Vannak konkrétan RPG lejátszási listák, igen. Vannak különböző zajok, és van egy ilyen tabletopaudio.com nevezetű oldal is, amit nemrég találtunk, én legalábbis, illetve Kobura mutatta. Nagyon sokféle háttérzene található benne, a Dungeon-től kezdve, a Sifin át, konkrét D&D modulokig, mindenféle, illetve ami nagyon király, hogy különböző helyszínekre van benne zaj mixer. Mm-hmm. Hogy konkrétan a madárcsicserégés az erdőben, aztán hirtelen léptek, aztán izét vízcsobogás, egyébek, és mindent úgy tudsz keverni benne, ahogy szeretnéd, és nem kell kimondanod senkinek semmit, hogy mi történik, azonnal tudják, hogy hallják, mi történt. Így van, pontosan, ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Ami még extra, és benne van unblock az egészben, az, és nem szabad elfelejteni, hogy ami igazán vagány tud lenni, persze az is hozzá tud adni egy játékhoz már, hogyha csak használsz, mit tudom én, 3-4-5-ös ambient mixet, amiben benne vannak mindenfajta fantasy, vagy dark fantasy, vagy creepy téma, vagy mi egymás, de az igazán vagány akkor vagy, hogyha meg tudod úgy csinálni a te saját lejátszási listádat, hogy effektíve, mint egy filmes soundtrack kísér téged. Ez sok gyakorlást igényel, és rengeteget kell zenét hallgatnotok hozzá, srácok. Azonban íme néhány protipe Gábortól, hogy mik azok a zenék, amiket abszolút tudtok használni különböző olyan jelenetekhez, ahol általában nem találnátok zenét. Az első ilyen az a szociális felfedezés. Bemennek egy városba a karakterek, ami nem egy fogadó, mert a fogadónak saját zenéje van, ugye általában nagyon ilyen pörgős, pattogós valamilyen, általában valamilyen kelta vagy ír témát használ, és valami más kell. Sétálnak a városban, beszélgetnek emberekkel, stb. Stb. Hát a város zajai. Abszolút, így van, és ide kell kiemelnem a Civilization 6-nak, vagy bármelyik civjátéknak a zenéjét. Srácok, választ ki azt a civet, aminek szerintetek hozzátartozó zenéje lehet, és megkapod ezt. Nem csak, hogy különböző korszakstílusokban, tehát gyorsabb, lassabb, egyszerűbb, összetettebb techno verzióban, csekkoljátok le a magyar Atomic zét, ahol is a Hejdunáról Fúreszélnek van egy olyan technófeldolgozás a gyerekek, hogy a Mátyás király csapja rá, és szétmész tőle. Az alternatív az az, hogy harci zenét azért viszonylag könnyen lehet találni. Fantazira? Na de viszont mi van akkor, hogyha nem fantazi a játék? Ide kettő is van. Az egyik, amit én szoktam használni, ez az XCOM-nak a zenéje. Az XCOM Enemy Unknown-nak van szerintem az egyik legjobb modern combat zenéje, amit fel tudsz találni. Azon felül, hogy pörgős, tempós és elképesztően energikus, van egy nagyon jó neutrális hangvétele, tehát nagyon jól aláfesti azt, amit te mesélsz. Tehát nem fogja elvinni tőled a dolgot. Ha viszont valami hangsúlyosabbat szeretnél, és azt szeretnéd, hogy na, olyan legyen, mint a lórugás, akkor viszont tudom nektek ajánlani Bear McCreary-től a Battlestar Galactica-nak a zenéjét és albumjait. Elképesztő, hogy mit tud az az ember, és azon felül, hogy a legepikebb zene, azon felül egy olyan szinten összerakott szimfónia, hogy én a szavakban önteni nem tudom, hogy hányszor használtam bizonyos trackjeit annak érdekében, hogy a játékosaimat 180-as vérnyomásra ugrassam a 70-ről, tehát hogy elképesztően hasznos tud lenni, ugyanis rengeteg dobot használ. Ha már dobok, egy track, amit nagyon tudok ajánlani bármilyen fajta törzsi, vagy pár harc alá, ami olyan tud lenni, az az Avatar The Last Airbender nek a sorozatából, a filmről nem beszélünk, a sorozatból az Agni Kai-nak a témája. Ebből van kettő is. Az viszont akkor nem Last Airbender, hanem Aang legendája. Jó, Avatar The Legend of Aang, jó, de amúgy angolul Avatar The Last Airbender-ként futott a sorozat. Like? Igen, így van. Oh. Tehát csak magyarul más, én angolul néztem. Azon belül az Agni Kai-nak kettő témája van. Van egy gyorsabb, ami egy nagyon jó ilyen dobos és ilyen férfi mély kórus van alatta.
ez nagyon-nagyon jó pörgős harcoz, illetőleg van egy lassabb, ilyen dramatikus, én ezt amúgy haláljelenethez szoktam használni, ez a gatyába csinálós fajta azoknál a jeleneteknél. És az utolsó, ez az ilyen plusz egy, ami nekem személyes kedvencem fantasyhoz, Heroes of Might and Magic 4. Na most lehet, hogy a legtöbben a 3-at szeretik, illetve az 5-öt, ami olyan, mint a 3, csak jobb grafikával rövidre fogva. És a 4-et nem szerették sokan, nekem az volt a kedvencem, ne öljetek meg érte. A 4 az nagyon jó, csak fura. Viszont a zenéje, na az már egy másik kérdés. Nem csak, hogy szerintem a legjobb Fantasy Combat zenét ott találjátok meg benne, konkrétan úgy, hogy Battle 1, 2, 3, 4, 5, hanem ezen felül olyan témák vannak, amiket manapság már egy Discovery Channel-en hallasz. De nem vicc. Azt tudtátok például, hogy rengeteg zenét, ami az Age of Empires-ben, meg az Empire Earth-ben volt benne, azokat a History Channel-en ma használják? De igen, komolyan, így van. Történelmi dokumentumfilmekhez használják ezeket. Amikor a Total War szériának a Rome Total War-ját hallom vissza a Róma dokumentumfilmben, a Nat Geo-n, akkor azért pisrogtam egyet. Wow! Elképesztő, hogy miket tudnak használni. Használjátok zenét, megéri. Ha csak egyetlen egy jelenethez is, de elképesztő sokat tud használni. Három név, akit én még mondok hozzá. Egy, Antti Martikainen, már mondtam, finn zeneszerző, nagyon jó fantasyt, keltát, és metált is ír, amit még én is szeretek. Kettő, Ari Pulkkinen, ő írta a Trine-nak a zenéjét, és a Nine Parchments-nek. Ha valami szép kell, fantasy, elegáns, akár egy bálhoz, rengeteget tud segíteni. És a harmadik, az pedig a kibaszott Witcher. Na most a Witcher 3-nak, a 2-nek, illetve a Gwent-nek is olyan trackjei vannak, ami bármi alá befér. Van mindegyikből, hogy is mondjam, hosszabbított verzió, amiket ugyanúgy fel tudtok használni. Személyes kedvencem a Go For It, imádom, menjünk tovább, mert sokat beszéltem. Nem baj, én is megteltem néha. Mindjárt persze nyugodtan. A következő napi rendi pontunk az úgynevezett potion üvegek, ami egyáltalán nem feltétlenül kell, de ha már úgyis nasi meg iszogatsz, akkor miért ne igyál egy potion üvegből, főleg ne egy health potiont. Nagyon menő, és ezeket azt nem tudom, hogy hol vettétek, Tiger Shop talán? Ez Tiger Shop. Tiger Shop. Ezt viszont mi a táborba vettük, és a táborban minden egyes részvevő kapott egy ingyen ilyen potion üveget, ja. Ami igazából az IKEA-ból egy váza. De a lényeg az, hogy megtalálható, olcsó, és nagyon feelinges. És ugye szeretnétek olyat, mint ami a Barcraftban van, meg a Hammertime Caféban, na az IKEA-ba keressétek, mert ők is ott veszik. Igen. Kicsit körülményes takarítani, de igazából az ihlet oltárán én úgy gondolom, hogy ennyi belefér. Abszolút. Plusz, sosem fogom elfelejteni a játékosai marcát, amikor azt mondtam, hogy és azt látjátok, hogy a gonosz benyúl a zsebébe, előveszi ezt, pum! És szörpel, nagyon jó fajta színeket tudtok keverni, és lenyakaltam az orruk előtt az izén, majd a felét oda köptem, mert hogy dobtam egy egyest, meg kihányta a potiont a csóka. Witcherbe baromi jó dolgok tudnak történni. Menjünk tovább! Ihletszerzés, mint olyan. Nagyon sok helyről lehet szerezni. Egy veszekedés a barátnőtökkel, barátotokkal. Lehetséges, hogy egy jó vicc, amit mesélt valaki. Lehet, hogy egy film, egy sorozat, egy zeneszám, amit hallottatok, és megihletett, abszolút-e. Azonban kettő dolog, ami mesélőknél hozzá tud adni az egészhez. Van olyan az életetekben, hogy fingotok nem lesz arról, hogy mit meséljetek. Persze, a szabálykönyvek adott helyzetben tartalmaznak ilyen plot threadeket, avagy kiegészítők gyakorta, például a Seventh Sea-nek a kiegyei rengeteg ilyet tartalmaznak benne. Azonban nem elfelejteni, hogy például a kokáért mondjuk az FFG-s Star Wars-nak, amikor is vettem ezeket a paraványait, akkor járt hozzájuk modulkönyv, méghozzá fullos modul, benne NPC-kkel, karakterekkel, mi egymással. Ezeket ugyanúgy fel tudjátok használni, nem muszáj az egészet. Nem muszáj, hogy úgy legyen, mint ahogyan le van írva. Vagy, ha úgy érzed, hogy ez jó, legyen úgy, de át is írhatod. Bármit megcsinálhatsz benne, te vagy a mesélő, ne felejtsd el. Illetőleg ott van a, melyik oldal? A drive-thru.
Ugyanis a Drytron nagyon sok modul elérhető, nagyon sok olyan modult meg lehet venni, amik nem hivatalos kiadó által készített modulok, hanem fanok által készített, de kipróbált modulok, és egyrészt ezeket meg is lehet venni, másrészt pedig, ha nem is veszed meg, csak bóklászol, megnézed a Book Depository, megnézed a Wizards of the Coast-nál, a D&D honlapján a hivatalos modulokat, csak a leírásokat, ha megnézed, nagyon sok ihletet kaphatsz. Hú, ez tök jó alapötlet, kíváncsi vagyok, hogy hogy csinálják, de én úgy csinálnám meg, hogy. És, vagy például a másik kedvencem, amiből én az egyik kedvenc ihletemet kaptam, hogy előveszel egy tipikus kalandot, megnézel egy tipikus kalandot, és megfordítod. Igen. Egy kalandozó, vagy egy csapat bemegy a romokba, találnak egy szektát, akik ott, akiknél van, életre akarnak kelteni valamit, vagy csak úgy vannak, lekaszabolnak mindenkit, találnak egy erekjét, tök jó! Kik ezek? Hogy kerültek oda? Már is van egy kampány ötletem, a játékosok az elején bemennek ugyanígy egy random ilyen helyre, el akarnak venni egy erekjét, de kiderül, hogy becsapták őket, a gonoszhoz kerül egy erekje, megtudják, hogy jaj, hogyha mind a hat erekjét megkapja, akkor így, ugyamúgy, és végül a kampány arról szól, hogy jelenleg egy szektát alakítanak ki, rendházzal, mágiával, minden dologgal, és fel fognak építeni egy olyan rendet, egy olyan erekjegyűjtő kis csapatot, akiknek majd aztán a hamvait, meg a nyomait majd később más kalandozók megtalálhatják. De hogyha belegondolsz, hogy egy dungeon végében hogy került oda az az erekje, tök jól le tudod mesélni egy kalandba. És előtörténeteket tudsz az ilyenekhez generálni. Igen. És ez például nagyon jó, vagy amikor mágusban volt a mesélő, hogy hát kicsit unom az, hogy mindig bementek egy városba, aztán szétcseszitek a város. Mi lenne az, hogyha minden játékos most a városnak lenne egy tagja, úgy mint az őrkapitány, a polgármester, akárki, a nagyfejesek, és arról szól a játék, hogy megpróbáljátok megmenteni a falut a kalandozóktól. Tök jó ötleteket tudnak szülni. Gondolkodjatok kicsit fordítva, kicsit inverse-be, és jön az ihlet. És ha már arról beszélünk, hogy ki hogyan kommunikálja le a dolgokat, nekem van egy olyan szokásom, hogyha kampányt mesélek, hogy minden egyes játékosomtól azt kérem, hogy a karakterének legyen legalább egy darab titka. Ez egy olyan titok kell, hogy legyen, amit a többiekkel vagy nem akar fölvállalni, és gáz, vagy pedig olyan, ami bajba is sodorhatja adott helyzetben a karaktert. Mivel mindenkinek vannak titkai, a karakterednek miért ne lennének? Ez nagyon jó alapvetéseket tud adni, illetőleg a többiek nagyon lelkesen várják azt, hogyha egymás titkait megtudhatják, akár azért, hogy segítsenek annak a titoknak a megoldásában. Gyakorta ilyen helyzetekben szoktam azt alkalmazni, hogy vagy ha valaki rájön, vagy közelébe kerül a titoknak, akkor ő neki külön találkozunk, levesélem azt, megtudja, de az, aki é a titok, az nem tudja meg, hogy önállal tudják. És amikor eltelik 2-3 session közben, és még mindig ott ül, és tudja, hogy mi az igazság, és így nagyba dörzsöli a tenyerét, hogy na, én már tudom, hogy mi van, én már tudom, hogy mi van, én már értem az egészet, és akkor a másik fél meg ott ül meg mindig a sötétbe, és egyszer csak jön a plot twist, és nem kell nekem plot twistelni, megoldja ő! Viszont, hogyha titkok vannak, és nem szerettek feltétlenül ezeket nyíltan megbeszélni, akkor beszéljünk már egy kicsit arról, hogy miért is jó a Facebook. Az az a Messenger része. Igen, nagyon jól lehet üzeneteket küldözgetni az adott játékosoknak. Hopp, most van egy álmod. Nem akarom elmondani, mert akkor a nagyon sok játékos nem tudja azt csinálni, hogy kizárja azt, amit ő tud a karakterből. Hú, de magyar volt, tehát nem tud elvonatkoztatni abból, hogy mit tud a karakter és mit tud ő. Másrészt pedig attól, hogy a karakter nem tudja, de ő tudja, attól mi meglepetés faktort veszíthet el a dolog. Ezt meg lehet oldani úgy is, hogy egy cetlire írod és odadod a másiknak, aztán véletlenül ott hagyja, a többiek látják. Vagy pont az már volt rá példa, hogy jó, rendben, hogyha ha el tudjátok tőle venni a cetlit valahogy, akkor sikerült kilopni a zsebéből, neked meg feltétel, hogy nem hagyhatja az asztal felszínét a cetli, és akkor vigyázz rá, nagyon izgalmas szituációt tudsz szülni, de ha fontosabb az, hogy azonnal lássa és titokban menjen, akkor a Messenger egy tök jó lehetőség. Nekem konkrétan volt egy kalandom, ahol az egyik játékos áruló volt a többiek között, és ő vele folyamatosan ment Messengeren a beszélgetés. Ott ült mellettem, de ment Messengeren, ő írta üzenetet, hogy szeretném hátba támadni, szeretném egy vakító varázslatot csinálni. Én megírtam neki, hogy akkor ez van, az van, az van, és közben meséltem ki a sztorit. Ugye a paraván mögött a játékosok nem látták, hogy én most firkálok, vagy mit csinálok, a játékosra azt hitték, hogy bunkó, de aztán a végén, amikor egyszer csak így csattant, hogy hopp, ő az áruló, akkor tényleg bunkó volt. Akkor mindenkinek leesett, hogy mi a szituáció, és ez például tök jól tudott működni. Ide, amit még fontos megjegyezni így az egész unblock mindenfajta játékhoz, az ez.
De konkrétan ez. De akár ez is. Szóval, miért szeretem a Tiger Shopot? Tele van random ***kal. Persze a biciklis duda az annyira nem az, de ez a pumpás duda, na ez... kifejezetten jó. A szomszédok imádnak miatt. Rosszabb hangja van innen mellőle, mint amilyennek ott halljátok otthonról. Ezt nem tudom, mert még nem hallgattam vissza a hangfelvételt, de majd kiderül elő. Vissza fogom halkítani úgy is, hogy ne süketüljenek meg, úgyhogy most csak én süketültem meg. Trigger warning jön rá. Szóval az igazság ezekkel kapcsolatban az Merlinnél, ami van, azok tarot kártyák, az az, hogy ezeket a random hülyeségeket, ha odadod egy NPC-nek, amit ő használja csak, az baromi jól tudja segíteni őt abban, hogy elképzelje azt, hogy hogy is néz ki. Csak az, hogy keveri a kártyát a hamis kártyás mondjuk, vagy a jósnő ténylegesen jósol. Illetve amit én nagyon szeretek csinálni az az, hogy konkrét társas játékokat építek bele a játékba. Az egyik személyes utálatom az az, az ilyen játékokkal kapcsolatban, amikor egy játékos azt mondja, hogy hát basszus kulcs, én egy hamis kártyást akarok játszani, de mennyire gáz az már, hogy egy darab dobással eldől az egész. Dobjál Slate of Hand-et, és nyertél rajta valamennyi pénzt, hogy vesztettél. Ennyi történik. Persze ez is jól tud jönni, de mesélek valamit. Mouse Guard-ot meséltem, ahol is ugye egerek vagytok. Vannak viszont Insectrist egerek, akik bogarakat és rovarakat használnak annak érdekében, hogy segítsenek nekik. És adott egy játék, a Hive. A Hive egy olyan játék, ami gyors, egyszerű és pörgős. És konkrétan bemeséltem a Hive-ot. Sőt, mi több, le is játszottuk a Hive-val borzasztó egyszerűen a játékot. Így szereztek információt. Gyors, egyszerű és pörgős. És ez még nem is elég, hogy ezt. De vannak olyan világok, amelyekben konkrétan vannak játékok, amikről mesélnek, és fel tudjátok ezt használni. Lehet ilyen a sakk? Vagy például lehet mondjuk a Witcherből, hogyha valaki játszott a Witcher 3-mal, akkor borzasztó egyszerűen a Gwent. A Gwent egy olyan játék, amit én Witcherben simán berakok, sőt, mi több. Hogyha nálam karaktert alkotsz Witcherben, akkor kiválasztatod, hogy melyik frakcióval játszik a karaktered, és vagy rendesen a kártyás verzióval, vagy pedig most már applikáción is lehet gwentezni, és azzal játsszuk le a játékot. Nagyon-nagyon sokat dob hozzá, nagyon feelingesé teszi az egészet, arról nem is beszélve, hogy közben az a smack talk, amit le tudtok nyomni a játékosra a karakterből, az zseniálisra tudja tenni ezeket a fajta jeleneteket. És az utolsó, amiről beszélnünk kell, még mielőtt lezárjuk ezt az egészet, és tudjuk, hogy erről már beszéltünk ezelőtt. Ez már többször de, szóba került. De ettől nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, mert ritkán tudunk ilyen rendezvényt csinálni, ugyanis rengeteg előkészületet igényel, illetve rengeteg összegyűjtött és koncentrált tudást igényel annak érdekében, hogy ezek tartalmasan tudjanak eltelni. Február 2-án, ugye szeretnél ezekkel kapcsolatban ötleteket hallani, szeretnél kérdéseket feltenni meséléssel kapcsolatban, ihletet szerezni, ötletet, vagy csak megtudni azt, hogy mi a rákért tartok egy kopogó szellemet a lakásomban, akkor borzasztó egyszerűen annyi a dolgod, hogy rákattints a linkre ott lent, nem biztos, hogy kint lesz még az event, de na, biztos, hogy nem biztos, lesz, lesz kint az event. Szóval ne kattints rá a linkre ott lent, hanem lájkolj be minket a Facebookon, ahol is meg lesz osztva az eventünk, amely február 2-án lesz a Vault 51-ben. Ezen az eventen ez lesz a mesélői workshopunk, a második ilyen, amelyben mesélői tippek, trükkök hangzanak el, illetőleg improvizatív mesélői tanácsok fognak elhangozni. És gyakorlatok és is. És gyakorlatok is ehhez, amelyekhez gyakorló modulokat dolgoztam már ki, annak érdekében, hogy mindenki kipróbálhassa egy kicsit, hogy mi is az a mesélés. Akár tudod mi az, akár nem tudod mi az, akár meséltél, akár nem, várunk nagyon nagy szeretettel. Nos, mi voltunk a roleplayer. Ez szombati nap, holnap vasárnap, szóval, hogyha úgy érzed, hogy szeretsz minket, vagy csak kíváncsi vagy arra, hogy milyenek vagyunk valós életben, akkor a holnapi napon várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel a Vault 51-be, az alsó szintre, igen. Ahol is születésnapi bulink lesz, jól fogjuk érezni magunkat, és alapvetően nem szerepjátékot terveztünk, hanem társasjátékot, beszélgetést, kerekasztalt, mit tudom én, mi a rossz sebet, kocintást, meglássuk, akármit. Így van, rengeteg szeretetet, és veletek akarunk beszélgetni, titeket megismerni, ha még nem találkoztunk. Ha már találkoztunk, akkor is gyertek, nagyon jó lesz, király lesz. Szóval mi voltunk a roleplayer, ez volt a születésnapi hét. Jövő héten kezdődik a mágus ETK, az Árnyékszféra szerepjátékos LKV-zó népeivel és a mesélővel, Zung Dáviddal. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok! Kezdődik a 2020-as évünk! Sziasztok! Na.
ez is megvan, jó? Akkor megvagyunk az összes videóval. Igen. Jönni fog akkor a mágus, arra akkor meg kell csinálni a megbeszélést, a szabálymagyarázat. Igen, karakterbutás, mert akkor leegyezhetünk zoomékkal. Igen, és akkor ahhoz kelleni fog a mikrofon, hogy akkor azt fölvegyük majd. Ja. Azt meg kell beszélni, hogy hol lesz a játék. Uh-huh. És akkor az, de... Mi a... el is kell pakolni. Télet. Te kopogó szellem, nem akarsz most is segíteni? Lehet, hogy szükségünk lesz rá. Woo-hoo-hoo, segít, király!